Új versenyszéria hódít, amely egyre népszerű Fehérvár megyében, így Székesfehérváron is. Az OCR egy akadálysport, amely két részből áll. Futásból és erőléti része is van. Az egyik fiatal székesfehérvári versenyző, Hegedűs Krisó Dénes elmondta, az OCR mindkét részét bármely sportággal lehet fejleszteni, ezért nagyon gyorsan szintet lehet lépni benne. A versenyek azok több kilométerre vannak bontva, van a 3 kilométertől egészen az 50 kilométerig is verseny, és igazából annyiban különbözik, hogy minél több benne az akadály, meg minél nehezebb. Általában az erőléti akadályok a nehezebbek szerintem, mert én például nem vagyok annyira jó az ilyen emeléses akadályokban, ellenben mivel könnyebb vagyok, így sokkal könnyebb nekem az, amikor függeszkedő akadályok vannak. Dénes miután 11 éves sportszerűen mászott, édesanyja tanácsára vett részt egy futós akadálypályás Spartán részen, ahol megjött a kedve az OCR versenyekhez is. Azóta Európa-bajnokságon és világbajnokságon is indult. Nekem úgy néz ki az edzésem, hogy heti háromszor falat mászok, és kétszer futok állandóan. Mellesleg ilyen hobbi szinten röplabdázok, az ilyen heti három maximum, de az csak sulin belül, hogy a lábam ugyanúgy erősödjön. Sok ugrálástól, sok menéstől ott is erősödik a lábam. A fiatal OCR versenyző következő kihívása az olaszországi Európa-bajnokság lesz, ahol teljes erőbedobással készül. Helyi versenyekkel és rengeteg falmászással fejleszti az erejét, hogy minél előkelőbb helyen végezzen a megmérettetésen.